Köszönöm szépen a megtisztelő bemutatást, és köszönöm szépen, hogy itt lehetek. Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen dolgozom egy kutatóintézetben, és gyakorlatilag az életemet az információs társadalom kutatásának szenteltem, és nagyon-nagyon szeretem. Évek óta a nemzetközi UNESCO megbízásából fejlődő országokban az IKT eszközök életminőségre gyakorolt hatását kutatjuk, és azt próbáljuk elérni, hogy azok az emberek, akik valamilyen körülmények között élnek, azoknak az élete legyen jobb. Nagyon sok minden különbözik, hogyha a fejlődő országokat kutatjuk, például hogyha fejlettekhez képest. Az, hogy mondjuk egy nigériai gyerek mennyit játszik kiskorában, vagy egy magyar gyerek mennyit játszik, nyilvánvalóan nagy különbségek vannak. Látható ezen a szlájdon körülbelül miről szeretnék beszélni. Jól látszik az is, hogy a felgyorsuló világunkban egyre inkább futunk ki az időből, és nem szeretném a kerekasztalt ellopni az időt, úgyhogy egyszerűsíteni fogok, ha valami nem egyértelmű, vagy valami felhördülést vár ki, akkor köszönettel fogom fogadni a kritikátokat a konferencia után. Én abban hiszek, hogy az emberi kultúra az mindenképpen bizonyos kihívásokra ad válaszokat. Az emberi kultúra egy túlélési stratégia. A mi fajunk a majmok közül kiemelkedve úgy döntött, hogy az agyát fogja használni fegyverként, és egyik legerősebb fegyver a kultúra. Mindenféle válságokat élünk meg. Ilyen válságok mindig voltak, amióta emberek vannak. Az eke feltalálásától kezdve a kardfogó tigrisekkel folytatott harcokon keresztül mindig minden volt. Nem mondhatjuk azt, hogy most van a legterheltebb és a legkihívásokkal leginkább megtűzdelt világ. Most ezekkel élünk. Jobban látjuk, mert hogy globális kihívásokkal küzdünk. Én azt látom, hogy ezekre a válságokra próbálunk válaszokat adni, és az információs társam legfontosabb jellemzőinek a második sorban található jelzőket, az interaktivitást és az interkonnektivitást tartom. Úgy gondolom, hogy ilyen mértékű interaktivitás és interkonnektivitás ennek a fajnak az életében még nem volt. Hoztam néhány trendábrát, hiszen mégiscsak a trendkutatóközpontból jönnék. Nem baj, hogy önök nem látják. A kutatóimmal szoktunk úgy dolgozni, hogy direkt kihomályosítjuk az ábrákat, hogy csak a trendeket lássuk. Csak a néhány közhelyről is legyen szó. Mint fahajad előbb mondtam, hogy a kultúra, mint fegyver. A baloldali ábra azt mutatja, hogy az emberi faj történetében az erőszak hogyan csökkent. Nagyon a média közhely, hogy milyen erőszakos században élünk, a gyerekek játszanak, utána pedig kimennek az utcára és verekednek. Soha még ilyen erőszakmentes évszázada nem volt az emberiségnek. Az az ábra mutatja, hogy az adott közösségen belül mekkora esélye volt egy illetőnek arra, hogy erőszakos halált halljon. Az a legutolsó kicsi pörty, a piros utáni, az a 20. század, a két világháborúval együtt. Az emberi faj megoldotta azt, hogy rettenetes módon lecsökkenjen annak az esélye, hogy őt agyonverik egy kőbunkóval. Nyilvánvaló ez az igény, és ezért megdolgoztunk. A bal alsó ábra, az pedig azt mutatja, az emberi faj léptékeiben képest csak 200 évről beszélünk. 200 év alatt az történt, megint csak a trendeket nézzük. Az 1800-as években az látszik, hogy bárhol laknunk a világon, körülbelül ugyanannyi évet élhettünk, akár Afrikában, akár Amerikában, stb. Ez körülbelül 40 év volt. 40 éves agasztyánokat már kikísértek a kunyhóból. Alig 200 évvel később két nagyon fontos trend látszik. Egy, megduplázódott a várható élettartamunk, ami szintén egy alapvető igény, a másik, hogy széttöredezett, tehát a világ különböző pontjain különböző várható élettartam, nyilvánvalóan fejlődő országok és a fejlett országok közötti különbség. De ha azt mondjuk, egy kicsit hátrébb lépve, és kicsit megszabadulva attól, hogy Uram Isten, micsoda katasztrófákat élünk el, az emberi faj, mint faj és mint kultúrát használó eszköz jól viselkedik. Tehát megdupláztuk az élettartamunkat, és elég kicsi az esély arra, hogy minket most itt megölnek, vagy bántalmaznak. A legfelső ábra azt mutatja, hogy milyen gyorsan terjednek a technológiai innovációk a világban. Ez egy közszer, hogy egyre gyorsul a fejlődés. Gyűlölöm ezt a mondatot egyébként, mert ez a fejlődés úgy tűnik, mintha valami lenne, ami tud gyorsulni, nem? De a tény, hogy a technológiai innovációk egyre gyorsabban terjednek el, az ábra azt mutatja, és nem baj, hogy nem látjuk, hogy mi van odaírva, hogy egy adott technológiai innováció a világ országának 80%-ában mennyi időt terjedt el. A legfelsők nincsenek, például a tűz, meg a marokkő és az eke. A vasúttal kezdődik a 125 év alatt, és ahogy megyünk lefelé, például a számítógép 25 év alatt, a legalsó sincsen ott, a mobil internet a világon leggyorsabban fejlődő technológia 5 év alatt terjedt el.
Ez igazából nem azt jelenti, hogy ügyesek vagyunk, vagy nem jelent igazából semmit. Annyit jelent csak, hogy gyorsabban terjednek a technológiai innovációk. Illetve annyit jelent még, hogy nem pontosan tudjuk, hogy melyik technológiai innovációnak mi a hatása. A bal felső ábra a kedvencem. Gyakorlatilag olyan egyszerűségű, hogy a szakdolgozóimat nem engedném, nem olvasnám el a szakdolgozatát, ha ilyen egyszerű ábrát látnék. De azt gondolom, hogy az információs társadalom kutatásának ez az egyik legfontosabb ábrája. A felső vonal az a föld lakosság, az alsó vonal pedig a mobil penetráció. Minden, amit eddig átéltünk, számítógép, szobányi számítógép, kisebb számítógép, laptop számítógép, stb. Ez egy előjáték volt ahhoz, hogy az alapvető ember igény az volt, hogy mindenkinek legyen egy kis kütyűje a kezében, amin keresztül interkonnektív és kommunikatív tud lenni. Minden statisztika hazudik, a trendek ritkában, de ezt a trendet senki nem tudja letagadni. Minden embernek valamiért ez az alapvető igény, hogy legyen egy kütyüje, amivel tud kapcsolat tartani másokkal. Mindegy, hogy mire vezetjük vissza az ősi mágikus gondolkodás, amikor a sámán telepátiával üzent, és most ezt technológiai oldottuk meg bármi. Ez a trend, a mobil készülék és a mobil internet volt az, amire a DKT eszközök elindult. Az internet például a bal alsó látszik, hogy 40%-os most a világon a penetráció, és nem fog sokkal följön menni, pont azért, mert a mobil lenyomta. A többi csak azt mutatja, hogy milyen változatos a világ, és hogy a fejlődő országok rosszabb helyzetben vannak, mint a fejlett országok, de szerintem ez az üzenet, ez nem olyan meglepetés. Az, hogy a fiatalok ebben nyakik benne vannak, az előbb is hallhattuk, most főleg azért nyilván a fejlett országokról beszélek, ezek EU-s adatok, az előbb még impresszívebb adatok voltak. Így van, egyszerűen lehetetlen az, hogy a fiatalok nem használják ezeket, és nem ezekkel együtt élnek. Az, hogy mi őket megtanuljuk-e használni, vagy sem, ez nem kérdés. Ez nem opcionális az, hogy ők ezeket használni fogják. Az, hogy mi tanuljuk meg utána őket, vagy ők tanulnak meg minket, ezt még nem tudom, mert a játék kétoldalú. Nagyon sokan mondják, hogy igen, én, mint munkaadó, igazodjak a felbevendő emberemhez, de az is lehet, hogy majd ő fog hozzám igazodni, mert kénytelen lesz a fizetéséért. De a fiatalok mindenképpen ebben a trendnek a részesei. Igazából ezt szeretném nagyon kiemelni. Én az információs társadalomnak, hogyha azt mondom, hogy a kultúra mint fegyver, és valami módon mégiscsak tudatos, én ezt a két folyamatot emelném ki, ezt nagyon furcsa nekem mind a kettő. Bevallom őszintén, nagyon sokat szoktam ezen gondolkodni, nyilván azért is, mert lassú eszű vagyok, de azért is, mert nem tudom a válaszokat. Az egyik az, ami az egyszerűbb, igen, megváltoztak az információs szerzés eszközei. Azt látjuk, hogy eddig úgy nézett ki, hogy gyakorlatilag, mint egy prepaid modellben, beültem az iskolába, megtanultam, hogy az Árpád-kor királyai hogy követték egymást, és később az életem során szükségem volt erre a tudásra, vagy sem, ha szükségem volt, eszembe jutott, akkor jó. Általában úgy szokott kinézni, mire szükségem van, elfelejtem, de tudom, hogy kellett volna tudnom. És akkor mit csinálok, előveszek egy könyvet. Most úgy néz ki, hogy bármikor, ha tényleg erre vagyok kíváncsi, hogy az Árpád-hádi királyok mikor haltak ki, és mondjuk ezt nem tudom, akkor előveszem a kütyümet és megnézem. Ez egy nagyon jó dolog. Amikor ez így elindult, mindenki, legalábbis amikor tanítottunk, azt mondtuk, de jó lesz, okosabbak lettek a diákjaink. A diákjaink butábbak lettek, mert azt mondták, mi a mennyiért kéne nekem bármit is valaha is megjegyeznem, mikor előveszem a mobilomat és megnézem. Ez azért baj, mert amikor, akinek van rendszer a fejében és tudja, hogy körülbelül mikor halt ki az Árpád-ház, nem szomorú esemény, akkor rendszerbe tudja illeszteni. Ha most valaki csak úgy rákeres, és mondjuk kijön egy olyan dátum, hogy 1453, fogalma sincs, hogy igaz-e vagy sem. Vagy az, hogy egyáltalán mit jelent az, hogy kihalt az Árpád-ház. Mindannyian értik, hogy miről beszélek, rendszerről és kontextusról. Az adathoz való hozzáférés, a rendszerbe való gondolkodás képességét eléggé elveszi a mostani fiatalságtól. Én nagyon nagy problémákat látok ebben. Tehát a kezdeti sikert én sokkal inkább veszélynek érzem meg. Kérdés az, hogy akkor mi az, amit be kell magoltatni, és hogy érem el, hogy bemagoljam. A másikat még furcsább. Hadonászok itt a kultúrával, de azért biológiai lények vagyunk, tehát azért még mindig eszünk, hozzáérünk másokhoz, átöleljük őket, stb. És az, hogy egy biológiai lény ilyen tudatos módon lemondunk a fizikai valóságról, ez soha nem volt az emberi történelemben. Gyakorlatilag mindenféle kulturális objektumunkat toljuk át egy virtuális térbe. Nem tudom miért. A papírfényképek, a megságult papírfényképek, ilyesmi már nem léteznek, digitális képek vannak, általában több terabájtnyi. A pénz, amit úgy szerettünk pakolászni és Dagobert pácsiként úszkálni benne, azt is áttoltuk a virtuális térbe. Ez egy trend. Az a majom, ami mi vagyunk, úgy döntött, hogy minden kiad a kezéből, és átnyomja a digitálisba. Senki nem kényszerített minket, erre ezt csináljuk. Fogalmam sincs miért, de ez valamire válasz.
Beszéltem a tudásszerzésről, és hát igen, az iskolában nem tanulunk a gyerekek, stb. Csak néhány példát hoztam. Tudásra a gyerek, vagy bárki úgyis fog szert tenni. Nagyon-nagyon különböző módjai lehetnek. Többek között játékutatásra is foglalkozom, és elkötelezetten hiszek a játékokban. Ezek a példák azért jók, az a szimpatikus fiatal srác, ő például a tesójával sétált Svédországban, és mikor elértek a falu szélére, akkor egy rénszarvas tűnt föl. Ez egy félelmetes dög tud lenni, főleg egy ekkora kisfiú számára, és a rénszarvas közeledett felé. Elkezdte félteni a testvérét, és akkor arrébb futott, és kiáltozni kezdett a rénszarvasnak. A rénszarvas utána jött, a kis tesójától arrébb, utána pedig lefeküdt a földre, és halottnak tetette magát, a rénszarvas odament, megszagolta, és tovább ment. Csak azért érdekes sztori, mert ez a fiatal ember csak is kizárólag a World of Warcraft nevű online szerepjátékban tanulta, fogalma sem volt mi, de ott ezek a technikák vannak, ő ott ezzel küzdött, azt gondolta, hogy az, hogy tauntinggal arrébb csalja az ellenfelet, és utána halottnak teteti magát, hát ez működött a World of Warcraftban, kipróbált és bejön. Ez így egy jó sztori, nyilván ha rálép a rénszarvas vagy valami, akkor így egy érdekes sztori. Ugyanilyen a többi is, a puskás fiatalember az például egy ilyen lövöldözős játékban orvost játszik, és megmentette több ember életét egy balesetnél. Ugyanez a játékban megtanulta, hogy el kell szorítani valakinek a vérzésebét is. Tanulni, mindenki tanul. Minden módon megérzünk dolgokat. Az, hogy adjunk át tudást, hogy mi lehet a hasznosítását, akár játékon keresztül is lehet tanítani. Ez azért nem érdekes ez az ábra, és most nem azért, mert nem látszik, hanem azért, mert próbáltam azt elmondani, hogy miért nehéz az oktatás trendekről beszélni. Hiszen mindig arról beszélünk, hogy tudásintenzív társadalomban élünk. Az alsó rendkívül kuszábra azt mutatja, hogy igazából, hogyha a World Bank adataira, a Világbank adataira alapozva, egyáltalán nem fektetünk többet a tudásba, mint eddig. Az elmúlt 40 évben, ha világgazdaságait nézzük, nem, beszélünk róla, de nem. A felső pedig azt mutatja, és magyar adatok is vannak közte, hogy az a... mondjuk úgy, hogy oktatási mobilitás, tehát hogyha például a szülőmnek van diplomája, és én nekem is lesz, vagy az, hogy neki nincs, és nekem legyen, ez a trend megfordult az utóbbi 10 évben, nincs meg ezt, hogy utána megyünk. Nagyon egyre több az olyan fiatal, aki azt mondja, hogy lehet, hogy a szülőmnek van, de nekem már nem kell, vagy lehet, hogy neki nincs, nekem se lesz. Megváltoztak az idő. Hoztam a kedvenc görbémet, ez azért jó, mert az információs társadalom kutatásában minden görbe ilyen olyan egyszerűen mindig fölfelé megy. Ez 10 éve ilyen terület, az IKT mindig fölfelé megy. Egyszer meg fog állni, de most még jól lehet ebből élni. Ez egy kicsit legalább kuszább. Hát a Gartner cégnek a hype görbéje, és azt mutatja igazából, nagyon egyszerű a logika, mégis nagyon jó használható. Azt mondja, hogy bejön egy technológia, rácsodálkodunk, megörülünk ki, például a 3D nyomtatás pont ilyen, hogy már egy ideje van, de most került be a hájba, és azt mondjuk, hogy úristen, mindenre a megoldás. Pisztolyokat gyártunk vele, az űrben ezt fogja megoldani az életet, a kaját fogunk csinálni, a implantátumokat, stb. Megy fölfelé a hájpon, most már mondjuk a csúcson. Utána jön egy kiábrándulás időszak, amikor azt mondjuk, hogy ez nem is olyan jó. Azoknak, akiknek nyomtattunk szívet, hát neki problémáik vannak. Leduhan a népszerűség. És utána jön az a fázis, a jó fázis, amikor azt mondjuk, hogy oké, megtanultuk, hogy ez nem annyira jó, megtanultuk a problémát, és mostantól használjuk. Tehát információs társadalomnál mindig az számít, hogy arról, amiről beszélünk, az hol van ezen a görbén. Nekem, aki ebből élek, nagyon jó a hype csúcsán levő dolgokról beszélni, azt mindig értékelik. Hát persze, okos technológia, legújabb Zafir üveges telefon, ez népszerű erről beszélni. De ez érdektelen, mert le fog zuhanni. Az e-learning volt a csúcson, utána lezuhant, most megy fölfelé. Én nagyon hiszek a e-learningben, de elmúlt években nem hittem. Én pont innen a görbéket végigjárom, úgyhogy teljesen alanya van ennek a körbének. Érdemes mindig azt elképzelni, amikor trendeket elemzünk, hogy pontosan hol van ez. Ez nem azt jelenti, hogy kötelesség vagy tényszerű, hogy minden előbb visszaduhan és följön. Van, ami ott marad, és van, ami nem is megy föl. De az információs társadalom kutatása nagyon fiatal tudomány, és nagyon-nagyon erős az alja, hogy az elején írtam. Ugye önmagunknak termeljük, tehát a média az internetből táplálkozik, az internetről ír, folyamatosan úgy tűnünk, mint ez lenne a leglényegesebb dolog, és folyamatosan úgy tűnünk, mint a napi szintű hírek lennének a legfontosabbak. Nem adok. Kicsit lépünk hátra. És most már be fogom fejezni. Elég gyakorlati típusú ember vagyok, és mikor kérdezgetnek a tanulástól, és nagyon sok szülők, hogy mi lesz most a gyerekkel, vagy egyáltalán mit lehetne mondani az oktatásról. És gondolkodtam, hogy mit lehetne az, amit én saját véleményemet tudom elmondani, hogy mit lehet most az oktatás területén talán változtatni, vagy bevezetni. Az oktatási stratégiák minimális ideje ez a 10-20 év.
Ez összesen a IKT, tehát 81-ben lett az első számítógép, tehát fogalmunk sincs, hogy mennénk utána egy olyan trendnek, egy 20 éves stratégiával, ami egy olyan vadra lövünk, ami nem az, hogy nyúl és keretbe fut, de még meg se született a nyúl, de nekünk már tudnunk kéne az a nyúl, hogy fog szaporodni, és arra tudjunk választani. A 10-20 éves oktatási stratégia ide lejárt. Lehet csinálni, és kell. Anélkül nem működik. Nagyon jól látszik, hogy a hosszú távú oktatási stratégiák versenyképessé teszik az országokat. Ezek nélkül nem tudunk létezni. De kell valamiféle sörét, egy rövid távú sorgán, amivel szintén tudjuk lövegetni a dolgokat. Én nem tudom, miért hozok vadászas hasonlatokat, mert vegetáriánus vagyok, de hogy... Vannak prók. Az IKT eszközök nagyon sok prót hoztak be, ez tény. Kényelmesebb tanulni, kollaboratívan tudunk tanulni, a tanuló lett a középpontban. Néha már idegesítés, hogy miért a tanuló fontos, miért nem én, hát én vagyok a tanár. Vannak kontrák is. Nem tudok adatokat erre, bár nagyon sokat olvasok, de nagyon jól látjuk, hogy a motiváció és a koncentráció területén rettenetes nagy változások vannak. Nem bírnak odafigyelni, nem bírják megtanulni, vagy nem motiváltak. Erre kéne valami választ adni. Én három dologban hiszek, az egyik a kisebb betűkkel, az egyik a gamifikáció. Nem erre a nagyon egyszerű gamifikációra gondolok, ami gyakorlatilag egy ilyen hűségprogram, hanem valódi gamifikációs programokra. Ezek, én úgy gondolom, hogy az információs társadalom polgárainak a játékosság pont az azonnali érzék, amikor az előbb is beszéltünk, a játék és a digitális kultúra megélése, ami összeolva, de szerintem annyira összefügg már, hogy a játék lesz az a fegyver, amitől működni fognak. A másik pedig, hogy miért küzdünk 15-20 éves stratégiákkal azért, hogy kitaláljuk azt, hogy miből fog ő majd élni. Dobjuk bele a mélyvízbe a 4-5 éves diákokat, és ez informatika terén működik, ott már a juniorokat felszívják, még nincs diplomája, de már húzzuk be, mert ugye egy csomó állás kell. De más területen is. Nekünk van olyan programunk, a hatásunk, tudományok terén kutató diákok jönnek, jöjjenek, írjanak szakdolgozatot nekünk piaci körülmények között, én megdolgoztatom őket, kizsigerelem őket, nagyon kevés pénzért, viszont a tanárok megkapják majd a visszajelzést, hogy tud-e jegyzetelni a diák, tud-e. Tehát nem egy üres szakdolgozatot írjon az asztalnak, hanem dolgozzon nekem. És itt tehát az utolsó egy-két évet nagyon-nagyon-nagyon gyakorlati, kicsit piaci alapú, stresszes környezetté alakítanám. Miért? Az iskola menjen utána is találja ki a piaci szférát, dolgoztassuk meg őket. Ráadásul akár bevétel is lehet belőle. Az információs írástudás szerintem a legfontosabb dolog. Különböző kutatók azért, hogy többet tudjanak publikálni, különböző szintjeit állapítják meg, a 6, 3, 12, stb. De a leglényege az, hogy tudnunk kell, hogy milyen információ hiányzik, egyáltalán, hogy hiányzik információ, milyen információ hiányzik, és hogy szerezzük meg. Ezt kell szerintem megtanítanunk a diákoknak az iskolában. Jelen pillanatban az információs írás területén a magyar lakosság rendkívül rosszul áll. Ezzel nem fogunk tudni segíteni semmilyen dologgal. A végső pedig, hogy én szerintem a tablet az oktatás jövője. Köszönöm szépen a figyelmet!